Szeretettel köszöntöm Önöket a mai képmásesten, amelynek címe Játszani is enged. A játékról fogunk beszélgetni, online és offline játékokról, és bemutatom három vendégemet, Győri Nádai Rékát, Győri Zoltánt. Ők egy vlogger házaspár, akik játékokkal foglalkoznak a vlogjukban, és Fekete Zsombor játékkészítőt, aki egyébként szociálpedagógus is, ha jól tudom. Szociológus. Szociológus és pedagógus. Először talán kezdjük azzal, hogy ahogy tudom, a ti új hivatásotokat, ezt a játék vloggerséget nagyon sok szakma és munkahely előzte meg, ami valószínűleg segített abban, hogy megtaláljátok ezt a kicsit különleges munkát. Igen, sok munkánk volt ezelőtt. Én tanítóként végeztem a Kell Ligáspa Református Egyetemen, és nagyjából a diplomám készhezvételekor tudtam, hogy érdekel, nem mentem félre, de picit árnyalnám, tehát úgy mennék más egyéb irányba. Egy évig voltam önkéntes diakóniaival az Egyesült Államokban. Szerettem volna sok mindent kipróbálni, hogy mi az a bizonyos közös nevező, ami még nem egészen artikuláltan definiált, hogy pontosan hogy mivel akarok foglalkozni, és előbb-utóbb mind bekötődött a játékra, és rájöttem, hogy játszani szeretek legjobban, és mind tudományág, vagy mind művészet, vagy önkifejezési forma, pontosan hogy tud megvalósulni a társasjátékozás. Korábban csináltunk Rékával egy filmes blogot, és ennek a kreatív energiáit csatornáztuk be egy játék népszerűsítő blogba, mert elkezdtünk nagyon sokat játszani, most leszünk 10 évesek, és azon kaptuk magunkat, hogy minden napjaink része lett a társas játékozás, minden este odafutott be, hogy már nem filmet néztünk, már nem online, vagy valamilyen számítógépes játékformában töltöttük az estét, hanem társas játékformában. És ezt elkezdtük kommunikálni a barátainknak, és elkezdtük csinálni a Mit játszunk vlogot, én most már 4 éve. Aminek az a célja, hogy népszerűsítsük picit, mert sokakban van ilyen igény, hogy bemegy egy játékboltba, lát rengeteg játékot, de hogy pontosan merre forduljon arccal, nem tudja, hogy mi alapján válasszon egy-egy címet milyen alkalomra, és pontosan ezt a döntést szeretnénk megkönnyíteni a blogunkkal. Réka, te egy kicsit már az előadó művészetbe is belekóstoltál, tehát ez a vlogkészítés már elkezdődhetett korábban is. Igen, én magyar szakon végeztem világirodalom szakirányon, és akkor igazából ott még nem voltam benne biztos, hogy mivel szeretnék foglalkozni, úgyhogy én a színháztudomány mesterszakra mentem aztán, és dramaturgként végeztem. És a színház az meg is maradt az életemben, most is dolgozom független színházban rendezőként, de gyakorlatilag színész munkákat is kaptam, és így ismertem meg Zolit, tehát mindkettőnek van egy színész végzettsége, tehát a vlog, a videókészítés az már ott igazából jelen volt az életünkben a szerepléssel. És hát a játék az pedig egy közös hobbi lett, utána én drámapedagógia irányba mentem el, tanításvonalon, és úgyis már bejött az életemben a dramatikus játék, különböző játékformák iránt elkezdtem érdeklődni, gamificationnel elkezdtem foglalkozni, játékosítással, és a társasjátékok lett az a fő irány, amiről úgy láttuk, hogy még nem eléggé populáris, pedig kellően fejlesztő, szórakoztató, kapcsolatépítő, kommunikációs csatornázásra, tehát csodálatos dolgokat képesek az emberek a társasjátékokon keresztül tanulni, de még nem volt ennek egy ilyen publikus fóruma, főleg az interneten. És ennek próbáltunk egy ilyen először humoros vonalon elindulva, aztán pedig egy ilyen szubjektívan ajánló formában egy csatornát létrehozni, és így lett a Mit játszunk vlog, amit hát így házaspárként csinálunk, és hát egyben szerelem és hobbi is, és így találtunk erre a témára rá. Zsombor, te pedig a gamificationhöz jutottál el. Igen, már nekem is hosszú volt azért a bűnlajstromom, tehát én is indultam szociológusként és pedagógusként, aztán akkor utána e-learninggel kezdtem el foglalkozni. Akkor volt egy 4 éves kitérőm nekem is egy kis helyi tévénél, a Fix.tv-nél, ahol a Level Up című videójátékokkal foglalkozó tudományos, kulturális magazint szerkesztettem meg, műsorvezettem, aztán utána egyszervolt.hu-nak voltam a játéktervezője egy-két-három évig, és aztán utána én vállalati gamificationbe fogtunk bele a cégtársammal, és akkor gyakorlatilag ilyen 2012-től gyakorlatilag a mai napig ez a főcsapás irány. Tanács, aztán érdekes módon ez ugye a profilban nagyon sokat változott, mert eredetileg oktatójátékokat készítettünk, aztán utána később pedig átmentünk ilyen tanácsadásban, mert rájöttünk arra, hogy a játék az nagyon jó, meg egyébként tök jó meg tudjuk azt is csinálni, hogy ugye berobban, és akkor market, és akkor mindenki ezzel játszik, de hogy az, hogy ezt ebből hogyan tudnak profitálni a vállalatok meg, hogy hogyan tudják ezt a mindennapokba beépíteni, az viszont nem egy triviális kommunikációt is, mert nagyon jó, hogy egy kicsit játszunk, de ha visszatérünk oda, hogy akkor utána csattottatjuk az ostort, akkor az úgy nem jó, az nem az igazi, és akkor elkezdtük ennek inkább a humán oldalával foglalkozni, és hát emellett pedig ilyen társadalmi munkában
mondhatni, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnál szoktam itt ott feltűnni, meg most a Digital Alliance-nél, és akkor a játékfüggőség témában szoktam még így olykor-olykor segíteni azokat a szülőket, akiknek meg ilyen jellegű kihívásaik vannak, és hát vagyunk így egy páran. Szerintem a játéknél azért ez egy alapvető kérdés, hogy vajon amikor véget ér a játék és kilépünk belőle, akkor más emberként folytatjuk az életünket? Mi az, ami meg tud változtatni a játék? Mi nagyon hiszünk abban, hogy önismereti oldalról rengeteget adnak a társasjátékok, és úgy amblok a játék. Tehát megélni, ha csak egy nagyon egyszerű példát veszünk, hogy ha az ember csak egy kicsit monitorozza és figyeli magát játék közben, hogy hogyan kezelem mondjuk a vereséget, vagy hogyan tudok együtt működni, kooperálni másokkal, vagy hogyan stratégiázom, hogyan gondolkozom, hogyha előre kell kombinálnom, vagy hogy képes vagyok-e türelmesen várni a körömre. Mit csinálok, amikor üres járat van? Hogyan kezelek egy győzelmet? Hogyan adok kezet annak, aki győzött? Tehát, hogy annyira sok icipici finom dolog van benne, és hát az, hogy ugye a játékok felemelik a tekintetünket az asztalról egymásra, tehát már ez önmagában akkora erő, hogy egy hatalmas önismereti elem van benne, amivel mi foglalkozunk is, nekünk ez a szakmánknak a része, hogy nagyon szeretünk viselkedéstervezéssel, illetve azzal is foglalkozni, hogy az emberek mit éreznek, mit élnek meg a játékokban, és ezáltal hogyan lehet fejlődni. És azt gondolom, hogy éppen ezért a modern társas játékokban ez egy alapvető igény már. Tehát, hogy már úgy érzem, hogy mostanában nem elég az, hogy egy játék csak önmagában játék, hanem az embereknek másfajta elvárásaik is vannak ezzel kapcsolatban. És ezt hála Istennek a piac nagyon-nagyon jó játékokkal ki is szolgálja, tehát egyre fejlődik ez is, hogy az emberek másként kezdenek tekinteni magára a játékra. Engem az utóbbi időben nagyon foglalkoztat, hogy pontosan miért játszunk. Felnőtt emberek a fizetésüknek egy jelentős részét arra fordítják, az idejüket, ami tulajdonképpen akár pénzre is váltható, azzal töltik, hogy játszanak. Tehát mi motiválja őket arra, hogy játékkal foglalkozzanak? De tényleg emberek komoly Kickstarteren tízezreket, százezreket költenek arra, hogy tokeneket, papírkártyákat és műanyag figurákat vásároljanak. Miért csinálja ezt ember magával? Igen. És foglalkoztat ezt, hogy tulajdonképpen miért játszunk? Valaki miért fejt keresztrejtvényt? Miért ülés közben egy pici konzolon pötyögtet? És számára szórakoztató, kikapcsoló, feltöltő élmény, hogy mozgatja az ujját jobbra-balra, és nyilván ez meg van tervezve, hogy akkor most fentről lefele, jobbra-balra, balról jobbra, mind-mind ki van találva, semmi nem mindegy alapon. Emberek komoly fizetést kaptak azért, hogy eldöntsék, hogy pontosan hogy motiváljanak embereket valamire is. Számomra a játék a motiváció művészete. Amikor én is játéktervezéssel foglalkozom, akkor arról döntök, hogy mit csináljanak a résztvevők, hogy tudom motiválni őket arra, hogy önszántukból is szeretnének, mégis szeretnének még. Tehát szerintem a játék az elemi része az embernek, csak hogy ez pontosan hogy hasznosítható, ezek a motivációk, hogy csatornázhatók valamilyen irányba, ez a nagy kérdés. De egyik része az, hogy miért fizet az ember a játékért és miért játszik. Hát ugye ez ugyanaz, mint hogy miért fizetünk az ételért adott esetben, azért mert ugye a játék során olyan hormonokkal termelődnek a szervezetünkben, amelyek létfontosságúak, és hogyha ezt a máshonnan nem tudunk dopamint, oxitocint, endorfin, szerotonint szerezni, akkor a játékból ugye ezt meg tudjuk kapni, és hát az nagyon kellemes, és ezért az ember hajlandó pénzt kiadni. Tehát én ezt igazából ezt a részét még aránylag rövidre zárnám. A másik kérdés az nagyon izgalmas volt igazából, amit föltettél, és amit te is mondtál, hogy vajon ugye tehát van egy játékos szituációnk, meg vannak egyéb szerepeink, és a kettő között milyen átjárhatóság van, és ez azért nagyon izgalmas, pláne ugye az én szakmámban a videójátékokkal kapcsolatban, mert hogy itt ugye a gyerekek azok általában két dolgot szoktak mondani, ezik az, hogy az agresszív videójáték, vagy az erőszakos videójátékoktól én nem leszek agresszív, ennek semmi hatása nincsen. A másik oldalról meg azt mondja, hogy a videójátékokból én rengeteget szoktam tanulni, hát micsoda skilleket fejleszt. Na most hogy van az, hogy a videójátékok egy részről semmi hatással nincsenek, másik részről meg rengeteget tudok belőle tanulni. Tehát most vagy van hatással, vagy nincsen hatással. És ugye itt van egy nagyon fontos felelőssége, és ez az, ami miatt mi is a tanácsadással foglalkozunk, mert egyébként a gyerek is nagyon jól meg tudja tanulni, hogy ha otthon vagyok, akkor másképpen viselkedek, mint mondjuk a nagymamánál, vagy mondjuk az iskolában, vagy mondjuk a doktorbácsinál. Ezek különböző szerepek, amikkel a felnőtt korunkra is, hát a munkahelyemen teljesen másképpen viselkedek, mint a barátaimmal, és ezt megtanuljuk, hogy különböző szituációkban hogyan viselkedjünk. A játék az, hogyha úgy tetszik, az egy kísérleti telep, ahol robbanhatunk, ahol megengedjük magunknak azt a szabadságot, hogy tényleg az, ami ösztönösen jön ki belőlünk ezeknek a hormonoknak a hatására, azt megéljük. És akkor ebből valóban önismeretben nagyon-nagyon sokat lehet kamatoztatni, hogy akkor ezt én ezt megláthatom, ha
van valaki, aki nekem ezt láttatja, mert egyébként ez abszolút nem triviális. Tehát valaki van, hogy játszik, és tök jól el van a játékban, aztán utána kilép a játékból, és él egy teljesen más szerepet, és az A-nak a B-hez semmi köze nincs. Kivéve, hogyha egy csatornát kötünk köztük, és akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor ez volt a játékos szereped, ez meg mondjuk az otthoni háziasszony szereped, és nézzük már meg azt, hogy mi az, amit a játékból át tudsz hozni, vagy mik azok az egyéb tapasztalatok, amit a játékból be tudsz vinni, bár az általában nem szokott probléma lenni. Inkább az, hogy a játéknak ezt a felszabadító jellegét, ezt hogyan tudjuk megélni a mindennapokban, a munkánkban, stb. Illetve, hogy tudjuk a munkánkat, a tanulásunkat is a játékhoz hasonlóvá tenni, és azzal a nyelvvel dolgozni. Azt mondom, hogy a játék az inkább olyan, mint egy nyelv, amit meg lehet tanulni, hogy úgy megfogalmazni kihívásokként, és nem feladatként, és nem problémaként, amik előttünk állnak, hogy az embernek ez legyen kedve, hogy azzal a dologgal foglalkozzon. Annyira jó, amit mondasz, csak annyit csatolnék hozzá, hogy teljesen egyetértek, hogy milyen érdekes az, hogy szerintem mi ezt sokszor szoktuk mondani, hogy az emberek általában nem tudják, hogy mennyiszer játszanak. Tehát, hogy a hétköznapi életben is mennyiszer vagyunk játékos szituációban, vagy kerülünk olyan helyzetbe, hogy akár egy pontgyűjtő akcióval, vagy bármivel épp egy játékos szituációban vagyunk, és hogy van rengeteg sztereotípia a játékokkal kapcsolatban, például az, hogy a játék az gyerekes, vagy csak a gyerekek játszanak igazán, ezzel kapcsolatban elég sok ilyesmi van, és hogy amikor a felnőttek ráébrednek, hogy a játékban miket meg tudnak élni, és ezeket a szerepeket felveszik, vagy kipróbálják, amiket mondasz, hogy ez milyen felszabadító erővel tud bírni, és ezzel találkozni, hogy Jézusom, hát ez egy új világ, ahol így kiélhetem magam, és mennyit tanulhatok? Egyébként nagyon érdekes, hogy John Bor mondja ezt a felszabadító érzést, viszont a társas játékoknál meg sokszor azt érzem, hogy sokan azért nem mennek leülni játszani, mert attól félnek, hogy valami olyasmi derült ki róluk a játékban, amit nem szeretnének. Nagyon sokféle játék van. Nagyon sokféle műfaj. Egymástól egészen mást kereső, szemben álló műfajok. Nagyon sok irányba el tudunk indulni. Alapvetően három fő műfajt különböztetek meg, legalábbis ami a társasjátékokat illeti. Egy játék lehet kompetitív, amikor egymás mellett versengünk, győztest hirdetünk, de nem minden játék hirdet győztest. Vannak simán eszközök, amikor nem is tudjuk, hogy mikor van vége a játéknak, akkor van vége, amikor abba hagyjuk. Elképzelhető, hogy determinált a játék vége, hogy véget ér. Vannak a konfrontatív játékok, amikor nem egymás mellett, hanem egymás ellen játszunk. Nagyon sokan keresik ezt a tétet, hogy ráfordulhatok a másikra, és a győzelmi feltételem az, hogy én legyőzök valakit, hogy legyen vesztes, akkor van nyertes, a vesztes is van. Illetve van a kooperatív játék, amikor együtt játszunk, egy közös eredményt érünk el, és szerintem fontos felismerni, hogy ezek létező műfajok, és szerintem egy picit a játékmester, a játék ajánló felelőssége, ha ajánlunk játékot, az a mi felelősségünk, hogy pontosan mire ajánlunk jegyet egy vidám parkban, mert gyakran, amikor játékok között barangolunk, egy vidám parkban vagyunk, de most nagyon nem mindegy, hogy ilyen családi költünk, vagy egy a lúkokat író hullámvasút. És én szeretném tudni, mire váltok jegyet, mert elképzelhető, hogy... Igen, nem mindegy. Van lehetőséget számízni a kollégát. Hát, és amit mondasz, tehát az emberek rengeteget meg lehet tudni a játék alatt. Mi foglalkozunk mi is vállalatok terében, vagy hát vállalati folyamatokban társas játékokkal, játékos elemek bevivésével, és ott számos alkalommal volt olyan, hogy egy játékra kértek fel bennünket egy adott csapattal, hogy utána adjunk véleményt az emberekre, hogy a játékban milyen személyiségjegyek mutatkoztak meg róluk. Én azt gondolom, hogy ettől, ha nem is tudatosan tartanak az emberek, de azért az úgy nagyjából ott van, hogy nagyon sok minden maszk lehull az emberekről a játékban, és hát ezt szokták is mondani, hogy az elég sok mindent meg lehet tanulni valakiről, ha együtt játszol vele. Tehát azért érdemes olyanokkal is megpróbálni ezt, akik mondjuk nem a közeli családunk, hanem akár munkatársak. Ez igen, szerintem nagyon sok mondjuk a kommunikáción, hogy azt fontos ismerni, hogy én nem nagyon szeretem a sznobizmust, amikor a sakk a játék. Tehát van a sakk egy hosszú, nem, a sakk egy játék, amely használ bizonyos mechanizmusokat, egy nagyon jól összepatintott játék, világversenyeket tartanak belőle, ahogy sok más játékból is, ez egy játék, egy félét keres, de attól, hogy valaki nem szereti a sakkot, én nem szeretek társas játékozni. Ez olyan, mintha valaki nem szeretné konkrét műfajt, nem szereti a zenét, vagy nem szereti a természetet. Nem vesz a levegőt. Tehát hogy egy konkrét műfajt eltemetni azért, mert volt egy rossz élményem egy adott játékkal, elképzelhető kommunikáció volt szerencsétlen, hogy ő azt érezte, hogy ő megalázott lett, kiszolgáltatott lett, mert van játék, amely felszínre tud hozni olyan helyzetet, hogy én kiestem. Borzasztó élmény. És itt szerintem nagyon fontos, hogy a játék egy nagyon komoly dolog. A játékot gyakran szoktam egy késhez hasonlítani. A kés alkalmas arra, hogy szeleteljünk vele, meg arra is valaki hátába tegyük.
nem a kés a rossz, hanem a szituáció szerencsétlen. Tehát hogy vannak játékos eszközök, hogy megőrítenek embereket. Black Friday. Tehát az csak egy játék. Az egy játékos elem, amit felhasználtak arra, hogy egymás hátába tegyék az emberek. Hmm. Tehát nem a játék a rossz, hanem a kommunikáció, vagy annak a felhasználása. Ez előbb volt arra szó, hogy az a jó társasjátékban, hogy föl tudok nézni az asztalról a másik emberre. A videójátékokat sem egyedül játsszák, vagy nem mindig. Ott hogy tudunk a másik emberre nézni? Nekem egyébként bevallom, van olyan ismerősöm, aki 15 éve egy párt alkotnak, és egy videójátékban ismerkedtek meg. De mi tudhatunk meg a másik emberről egy videójátékban, akkor, ha egyébként személyesen nem ismerjük? Érdekes dolog, mert én azt gondolom, hogy látszik, mert ugye az action, tehát amiket csinál, azokat a tevékenységeket az ő kis avatarjával, vagy az ő döntéseivel, azzal nyilvánvalóan szembesülök. És ugye az, hogy fel tudok nézni, az egy nagyon jó dolog, és egyébként mostanában én is egyre többet kártyázom, meg társasozom, meg minden a barátainkkal, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog, nagyon szuper. Valahogy valami miatt az emberek azért szerették meg szerintem a videójátékokat, mert és azt én azt gondolom, hogy nem teljesen tudatosan, hanem ilyen ráérzésszerűen, gyakorlatilag az emberi viselkedésnek a legalapvetőbb szükségleteit sikerült a játéktervezőknek az idők során feltérképezniük, és gyakorlatilag olyan algoritmusokat tudnak benne használni, amitől egy videójáték használata során az ember boldognak érzi magát. Az igazi jó játék, az valójában nem büntetést nem jutalmaz, hanem a saját belső motivációimra ad valami fajta visszajelzést. Tehát, hogyha nekem az én belső motivációm az, hogy én kíváncsi vagyok, akkor kapok abból, hogy fú, információkat szereztem, hogy megismertem egy új világot. Ha én tanulni szeretnék, akkor nem jutalmaz, nem az, hogy most kapok egy kocka cukrot, hogy hú, de ügyes voltál, megtanultad ezt a Pitagórasz tételt, hanem azt mondja, hogy szuper, most már tudod a Pitagórasz tételt, és akkor én attól boldog vagyok. Mert a játéknak pont ez a lényege, hogy autotelikus, hogy öncélú, tehát nem azt nézem, hogy akkor én ezért most kapjak egy fizetést, vagy kapjak valami fajta puszit, pacsit, hanem azt kapjam meg azt a visszajelzést, hogy megerősítés, hogy igen, te eddig bizonytalan voltál, de látod, már meg tudod csinálni. És ettől az emberben ugye dopamin termelődik, örömforrás termelődik. Ugye a kíváncsiság az oxitocin, hú, akkor így összehúzom, és akkor nézek körül. És akkor van ugye a következő, amikor az önmagunkon nagyobb célokat szeretnénk igazából elérni. Ez azért van, mert ha már megtanultam valamit, akkor azt szeretném kamatoztatni, szeretném tudni azt, hogy igen, én ezt már tudom, de akkor hogy tudom én ezt valahol hasznosítani, valami nagy dolgot csinálni vele, ami nem magamról szól, hanem rajtam túlmutató dolog. És akkor ez a következő lépés, amikor igazából ezt az igényeinket elégítik, és akkor a végén kapok egy elismerést. De az nem feltétlenül kell az, hogy most kineveztek hadnagynak, hanem kapok egy kitüntetést, hogy hurrá, te ebben a csatában milyen jól helytáltál, vagy ezt a dolgozatot milyen klasszul megírtad, vagy azt a gyakorlati feladatot, azt már meg tudtad csinálni, és ezzel egy újabb szintre léptél. És igazából még egyszer, ez nem jutalom, tehát nem abban az értelemben jutalom, mint ahogyan mondjuk a pénz jutalom, hogy akkor most kisorsolnak valamilyen videójátékkonzolt, ezt meg lehet nyerni, vagy egy utazást. Nem, a videójátékkonzol meg az utazás marhára nem érdekel. Engem az érdekel, hogy az én belső motivációmat az gyakorlatilag visszatükrözzék, hogy igen, én azt el tudtam érni. És a negyedik, ugye a csúcs, az meg az, amikor az ember elér egy közösségbe. Mert hogy ez amire leginkább szükségünk van, hogy már kíváncsiságunkat kielégítettük, már tanultunk, már rajtunk túlmutató célokat megvalósítottunk, és akkor mi van? És akkor jön az, hogy szeretném azt, hogy aki én vagyok, amivel én foglalkozom, az egy közösség szempontjából egy értékes dolog legyen. És hát ez a közösségi szerep az a negyedik, amit szintén vissza tud adni adott esetben egy játék. Tehát, hogy ez egy nagyon vegytiszta dolog, és én is ott tartok egyébként most már, hogy igen, látom azt, hogy ebben hatalmas potenciál van, erő van, és akkor hogyan lehetne ezt a dolgot kivinni a személyes játéktérbe, tehát hogyan lehet az, hogy akkor ezt most együtt menjünk el, és akkor játszunk, és találjunk ki újabb és újabb játékokat, vagy játszunk adott esetben egy társas játékkal, ami köré-köré tudunk ülni.
Az online játékoknak egyébként van egy hatalmas előnye a társasjátékokkal kapcsolatban, hogy megtanítják önmagukat. Van mindig általában egy tutorial pálya, ahol ugye leülsz és megtanít. A társasjátékoknál meg hogy kezdődik? Felcsapod a szabálykönyvet, 63 oldal, Jézus Úristen, ezt most akkor holnap estig itt ülünk, és még mindig nem játszottunk. Tehát, hogy azért az online játékoknak van egy ilyen hatalmas előnye, amit most már a modern játékok próbálnak behozni azzal, hogy ilyen egy oldalas szabálykönyv, meg videó, amivel ugye megtanítják. De igazából azért hoztam ezt itt be, mert nagyon egyetértek azzal, hogy mi most nagyon figyeltük ez alatt a járvány időszak alatt, hogy hogyan alakul az embereknek az az igénye, hogy ebben a nagyon online helyzetben, ahol nagyon kevés emberrel találkoztak, vagy akikkel igen, azokkal is nagyon sok surlódás volt, nagyon sok lelki nehézség, hogy mennyire megnőtt az igény az offline, a fizikai, megfogható, egy asztalhoz ülök, megérintem, ránézek fizikailag, tehát ezekre az élményekre. És nagyon érdekes volt megnézni, hogy gyakorlatilag élményszámba kezdett átmenni minden ilyen alkalom. És hogy mennyire plusz értéke lett annak, hogy alapból sokat ülök a gép előtt, hogy most nem ezt vágyták az emberek. Szóval, hogy nagyon érdekes, ezt nagyon gyakran megkérdezik tőlünk, hogy nem fogja lenyomni az online játék a társasjátékot, és szerintem annyira mást is tud adni a kettő. Mi az, amit a társasjáték típus, amit szeretünk vagy nem szeretünk elmond rólunk, vagy a videójáték típus? Én például azzal szembesültem, hogy van egy társasjáték, amit a gyerekeim nagyon szeretnek, ez a Galápagosz, ami gyakorlatilag úgy indul, mint egy kooperatív játék, aztán egyszer csak kannibalizmusba csapál. Hát elfogy a hal. Igen, amikor elfogy a hal, meg a fa, meg a víz, és nincs elég tutaj, akkor egymásra kell támadnunk, és aki túléli, az győz. Engem például ez nagyon zavart, és rájöttem, hogy én nagyon szeretem azt az elfogadó biztonságot, ami engem mindig biztosít arról, hogy én ott kiszámíthatóan tehetem a dolgomat, és nagyon frusztrált ez a helyzet. Van ilyen élményetek, amikor valami fontos? Csak az van. De egyébként teljesen igazad van, pont a Galápagoszban egy nyílt konfrontáció van. Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg, amit Zoli is mondott, hogy odafordulsz a másik, és oké, most téged. Rámutatok. Téged lelőlek. De konkrétan van benne fegyver, meg ha még kihúzott hozzá a kis töltény. Tehát ott benne együtt, van. De addig együtt gyűjtögettük. De addig együtt. Tehát ez az, amit erős fűszer. Erős fűszer egy játékban. Nagyon sokan a kooperatívat részesítik egyébként inkább előnyben, ahol ugye a játék ellen vagyunk közösen, és akkor nem konkrétan Pisti bácsit lőjük meg. Sokkal nagyobb biztonságot ad, de ez sem működik minden esetben. Tehát, hogy ez is olyan, hogy kinek milyen, nagyon ismerni kell azt, akikkel együtt játszol, illetve hát lehetőséget adnak a játékok, hogy még jobban megismerd magad. Hogy nagyon fontos a műfaj, ez egyféle társasjáték. Én nem szeretem a matematikát, illetve nem szeretem azt, amikor valaminek egy megfejtése van. Mondjuk ki együtt az eredményt, ha nem mondod a jó választ, akkor tehát általában nekem ezek a nyomozós játékok, amikor, na, mi a megfejtés? Nem az. Tehát lineáris vonalvezetésű játékoknál van ez, hogy úgy várunk, hogy kitaláljuk. Ki a gyilkos? Nyilván az Zoli például olyan játékos típus, aki szeret jobbra-balra elkalandozni és felfedezni, hogy neki mit lehet. A sandbox, a játszótér, arra megyek, amerre akarok. Igen. És szerintem nagyon fontos, és csatlakoznék egy picit, hogy az önkéntesség egy alapja a játékoknak. Tehát, hogy a szabadságérzetem akkor valósul meg, hogy én döntöm el, hogy játszok, vagy nem. Tehát az alapkérdés, mielőtt még elkezdenék játszani, és társasjátékoknál, online játékoknál, fontos, hogy bármikor van a jogom felemelni a kezem, hogy én most ezen nem kívánok csatlakozni. Ha valaki nem szeretne játszani, vagy hogy mondjuk még tart valami fajta játéktól, ráerőltetni, az nagyon-nagyon rossz irány. Nekünk 3 éves kisfiunk van, ismerkedik az alkatrészekkel. Most ott tartunk, hogy a dobókocka az inkább gurítókocka, és nem dobókocka. Már nem mindig veszi. Bár az a neve, hogy dobókocka. Tehát a dobást és a kockát így összekötötte, igen. És egyre inkább rendeltetésszerűen használ alkatrészeket, de az erőszakmentesség alap. Tehát, hogy ezt így kell játszani, tehát pláne a kisgyerek játékoknál az egy felhasználási javaslat. Tehát hogy nem szabály szerint játszod, ő sokkal jobbat tud, és nyugodtan élje meg a szabadságot, majd, hogyha neki igénye lesz szabály szerint játszani, akkor van Renek Niciának, a társasjáték szerzőknek egy ajánlása, hogy ő így ajánlja ezt a bizonyos alkatrészkészletet, mert hogyha minél hamarabb befeszítjük is el, mondjuk ez így kell mondani, verset állva mondunk, nem, úgy mondok verset, ahogy akarok. Tehát hogy amint csatolódik egy ilyen szabadságérzet, hogy ő szörfölgethet a játék világában, annál önazonosabb, annál szabadabb és annál szebb önazonos eredményt tud majd összehozni a résztvevő. Hát meg én például
például tudom Zoliról, hogy ő építész típusú játékos, vagy hát én tudom róla, hogy ezt az oldalt például nagyon szereti a játékoknak. Én pedig szociálisabb típus vagyok, én nagyon szeretek inkább a társaságra figyelni, vagy velük, akár ezért szeretem például a kommunikációs játékokat, mert hogy annyira sokat megtudok a többiekről a játék alatt, és engem inkább az, hogy jó hangulat legyen, ez érdekel. Én ezért nem szeretem például az egymással kiszúrós játékokat. Értem, hogy miért szeretik sokan, vannak nagyon jók ebből is, szakmailag elismerem, de én személy szerint nem szívesen ülök le azokkal játszani például. Nagyon-nagyon sokféle ilyen irány van, amin el lehet indulni. Hogyha valakinek egy játék nem jön be, akkor nem érdemes feladni, hogy innentől kezdve neki nem tetszenek a játékok, hanem lehet, hogy meg kéne próbálni valami másfajtát is. Hát, hogy nagyon sokféle film van, és hogyha valaki egy musicalre ül be, akkor ne hőbörögjön, ha énekelnek. Tehát hogy műfaj sajátja sokszor, hogy van egy játék, a borítón egy háborús jelenet van, akkor ne vonjam fel a szemöldökömet, hogyha valaki megtámad engem. Tehát hogy szerintem nagyon fontos rögtön a játékgyártók felelősség, és hogy kommunikáljunk. Egy csomó bolti forgalmazásban megjelent játékra rá van írva, hogy családi. Nem az. Tehát a monopóliumra törekvő játék, ahol az egyetlen győzelmi feltétel, hogy kiszorítsam a többieket, anélkül nevesítenék, minden csak nem családi. Tehát felelősségem teljes tudatában kimerem jelenteni, hogy egy olyan játék, amikor ellenségeket csinál a többi játékostársamból, tehát nagyon-nagyon nehéz helyzet. És szerintem fontos kommunikálni, hogy ez a játéknak egy sajátja, természete olyan, amilyen, önnön jogán olyan, amilyen, nekem még nem kötelességem játszani vele, de én becsapva érzem magam, hogyha van egy játék, amikor séta a parkban, és közben fegyverek vannak erre, és lövöldözünk egymásra, akkor legyen transzparens, tehát akkor kezdődjön ezzel, és én tudjam, mire váltok jegyet, hogy én el tudjam dönteni, hogy megnézem az egyik Ali a másik című filmet, és egyszer csak dalra fakadnak. Ami nem baj, csak akkor tudjam. Nekem volt egyszer egy felkérésem, amelyikben azt mondták, hogy készítsünk olyan játékokat, amelyek tulajdonképpen diagnosztikai eszközök arra, hogy az embereknek a személyiség jegyeit felderítsük. És én azt szoktam mondani, hogy én az ilyenből nem merek következtetéseket levonni, mert hogy ahány játék van, annyiféle szerepet tudok fölvenni, és ugye különböző dominás stratégiáim lehetnek, és azt mondom, hogy na akkor itt most inkább úgy viselkedek, nagyon köznapi példákkal élve, mint hogy az doktor bár csinál, itt úgy inkább, mint a nagyinál, itt meg úgy, mint a mondjuk az iskolában, és ezek között nagyon nagy eltérések lehetnek, tehát lehetek most, tök egyszerűen diszk szerinti, tudom én, kék, piros, sárga, zöld, és akkor megezetnek a különböző kevert része, és ezek stratégiák, amelyeket én az adott játékban alkalmazok. De ugyanígy, ahogy van egy Richard Bartle nevezetű úriember, akinek ugye a játékos tipológiáját nagyon sokszor szokták alkalmazni, ugye itt vannak a killerek, az explorerek, az achieverek, illetve a socializerek, hogy én ezt se szeretem, mert nem gondolom azt, hogy valakinek lenne egy ilyen domináns stratégiája, tehát ebből én nem biztos, hogy le tudnék vonni következtetéseket. Engem általában pont az ellenkező oldalról szoktak megkeresni, azt mondják, hogy itt van egy üzleti cél, vagy itt van egy pedagógiai célkitűzés, és akkor ezt hogy lehet úgy becsomagolni, hogy lehet az, nem is becsomagolni, mert ebben van egy nagyon csúnya ilyen pejoratív dolog, hogy becsomagolom, és akkor ugye, mint nagyon érdekes, hogy sokáig a Mary Poppins az a kedvenc példám volt, ugye, hogy a gyógyszer a kis kanál, mivel, mézzel, vagy valami édességgel, hogy ezt az ember lenyeri, és akkor attól sokkal könnyebb úgy lenyelni. Tehát, hogy a játék az nem ez, hogy most a gyógyszert azt beadom, és akkor átverem a másikat, hanem számomra még egyszer a játék az egy nyelv ahhoz, hogy a világ legkülönbözőbb dolgait, amelyek egyébként lehetnek jók is, meg rosszak is, azt úgy tudjam kommunikálni, hogy a másik ember azt élvezze és szeresse csinálni. Tehát én azért mondom, hogy nekem a mesterségem az pont nem az, hogy diagnosztizáljam az embert, hanem inkább az, hogy csúnya dolog, de befolyásoljam. És hát egyébként a mai világ meg leginkább erről szól, mert akkor, amikor a közösségi média, ugye Kínában már ugye van ez a social credit rendszer, tehát az, hogy tulajdonképpen olyan játékszabályokat alakítanak ki, hogy az ember szívesen tartsa be a törvényeket, szívesen fizesse be az adóját, szívesen menjen el önkénteskedni, meg vért adni, és mondjuk ne szívesen kritizálja a kormányt, és ne szívesen csaljon adót, és ne szívesen csinálja a közlekedési kiágásokat. Tehát az, hogy az emberek ezt önként és dololva csinálják, ugye ez most bocsánatot kérek, de ez most egy háború. Ez a 21. század háborúja, hogy ki tud olyan játékokat és közösségi médiumokat és kommunikációs eszközöket bevetni, amivel tömegeket képes befolyásolni. És hát arról van szó, hogy a gyerekek is tulajdonképpen egy ilyen háború szintéren vannak, mert amikor a pedagógus nem tud a gyerekkel mit kezdeni, mert figyelemzavaros, mert minden más foglalkoztatja, de a tananyag nem,
akkor annak a pedagógusnak is be kell szállni ebbe a háborúba, és meg kell tanulni a viselkedés befolyásolásnak az alapvető eszközeit ahhoz, hogy egyébként sikeresen át tudja adni a tananyagot, át tudja adni. Hát szóval, hogy élménnyé tudja tenni, és a gyerek azt mondja, hogy wow, ez tök jó, és de klassz volt most az iskolából van, és milyen jó most hazajönni és elmesélni, hogy mi történt. Zsombor többször mondta, hogy ő nem szívesen használja se diagnosztizálásra, se gyógymódként a játékokat, de azért tudjuk, hogy a társasjáték jó, vagy gyakran használják, akár a pszichológiában, akár a nevelésben vannak az okos játékok, amik kimondottan is erre való. Nektek van ilyen tapasztalatotok, hogy sokat segített egy jó játék? A játékpedagógia egyébként is egy nagyon jó irány, én nagyon azt szeretem, és hát csatlakoznék ahhoz, amit a Zsombor mondott az előbb, még ott a kategorizálásnál, hogy éppen ezért vagyunk mindig azzal a bajban, amikor azt kérik, hogy mondj egy jó játékot. Hát kinek, hova, mennyi időre, mennyit szán rá? Mondj egy jó zenét. Mondj egy jó zenét, igen, tehát ez nagyon nehéz kérdés. Ugyanígy vagyok egy kicsit a játékpedagógiával, illetve minden olyan területével a játéknak, ami fejleszt, hogy a játékoknak határozottan, tagadhatatlanul sok fejlesztő hatása van. A kérdés, hogy milyen téren, mire, pontosan mit szeretnénk vele elérni, és ehhez nyilván nem lehet megspórolni a figyelmet, meg az energiát arra a területre. Azt látom, hogy most nagyon divatos a játék, ahogy te is említetted, mindenre rá lehet húzni, hogy jó, ez játékos, de sok minden nem játékos valójában, csak úgy próbálják eladni. És amikor ténylegesen mély motivációkat érint a játék, ténylegesen egy olyan témát dolgoz fel, vagy egy olyan személyiségterületet dolgoz át, akár egy jól sikerült játékos folyamat, vagy tréning, vagy akár egy társas játékokkal tűzdelt fejlesztő folyamat egy általános iskolában, vagy bárhol, ami ténylegesen arra a problémára válaszol, ami ott a kérdés, akkor az hatalmas transformáló erejű dolog tud lenni. Sőt, mi nagyon sok kapcsolatot tartunk azokkal, akik követik a munkásságunkat, és rengeteg személyes történetet hallunk arról, hogy például, csak ma, hogy mondjuk egy általános példát, hogy mondjuk házasságokat, vagy emberi kapcsolatokat hogy tud megváltoztatni az, hogy elkezdenek játszani, és rátalálnak egy jó irányra, ami az ő kapcsolatukat éppen jó irányba viszi el. És hogy mit tud adni egy olyan embernek akár, tényleg, ha csak általános példával megyünk, a játék, aki mondjuk nem szeretett játszani egy negatív, előzetes élmény után, és rátalál egy olyan élményre, ami őt emeli. Egyébként bizonyos típusú embereknek vagy közösségnek van tiltólistás társasjáték? Például mondjuk egy házaspárnak van tiltólistás társasjáték? Hát ez nehéz. Ami nem építi, hanem esetleg próbára teszi a kapcsolatot? Visszatérve egy picit a tipizálásra, szerintem ahhoz, hogy egy kiinduló alap legyen, vagy hogy én érzek valamit, és pici kapaszkodó információm, hogy valid olyannak lenned, amilyen vagy, jogod van, hogy neked tetszen valami, vagy ne tetszen valami, hogy egy picit megismerd a játék típusokat, vagy a játékos típusokat, szerintem egy nagyon jó kiinduló alap. Én sem hiszek abban, hogy te ilyen vagy, betettünk ebbe a fiókba, életed végig, bezártuk, és onnantól kezdve, te tudd, hogy te olyan vagy. Igenis olyan vagyok. Tehát nem, ez folyamatosan változik, meg a környezettől is változik, tehát elképzelhető, hogyha hat srác leül, akkor játszanék én is hadászjátékot a feleségemmel, nem feltétlenül szeretném azt az élményt eltenni, hogy én ellene játszom. Ez játékonként, játékhelyzetenként és bizonyos életkorszakonként változik, tehát más játékos vagyok, mint voltam 10 éve. Más fontos. Alakul az életem, folyamatosan én is változom. De nekem egy nagyon jó kiindulási alap, hogy milyen játéktípusok vannak és milyen játékos típusok vannak, amit folyamatosan bővítünk. Azért is jó ez szerintem egyébként, hogy összekössem a kettőtök gondolatmenetét, mert ugye az átlag ember bemegy egy társasjátékos boltba, vagy akár online játékkal, akkor rákeres a játékokra, és azt látja, hogy hatalmas a kínálat. És hogy ebben merre induljon el, vagy mihez nyúljon így először, nagyon sokanak ott ez visszarémiszt, hogy most akkor nem rosszul fogok dönteni, jól szeretnék dönteni. Én nekem most van egy keretem, amit rá tudok szánni arra, hogy vegyek mondjuk egy társasjátékot. Mikor döntök jól? Mi a jó játék? Mi a jó döntés? És hogy nyilván ebben nem olyan könnyű megfogni a kezét, és azt mondani, hogy nektek, ha ti házaspár vagytok, akkor ti ne vegyetek ezt, mert akkor ti össze fogtok veszni. Mert sok olyan párt ismerek, akik imádnak csikkelőt. Én ezt szeretném, hogy nem lehet projektálni a konfliktust egy játékra? Dehogy nem. Tehát, hogy azt gondolom, ez is egy megoldás. Persze. Sokan szeretik ezeket a konfliktusokat akár a játékban oldani. Erre remek játékok vannak, amik oldják a feszültségeket. Tehát játékos típusnak tartom azt a fajta igényt. Tehát szerintem mindenki
picit mind a Disneynél, hogy mind a négy szín vagyunk, mind a négy, tehát hogy nem vagyunk isteni esszencia, ami önmagában valamilyen, hanem annak a négynek egy változó elegye, ahogy játékos többi. Tehát én is hajlandó vagyok a többiekkel, elnézést a terminus technikus, egy kicsesszős játékkal játszani, bocsánat a kifejezésért. Ja. Nagyon sokan ezt kifejezetten keresik, és onnantól kezdve van tétje, olyan bizsergető, amikor itt most valaki szívni fog, legyen szívánk, lehet, hogy én fogok, aláírtam a szerződést, ott ülök az asztalnál, de valaki, és nagyon sokan keresik ezt, és számomra ott véget ér a játék, amikor valaki, ő onnantól kezdve már nem játszik. Amikor ez picit már többiek felelőssége is, amikor ismerjük fel, hogy Lacit elvesztettük. Számára a játék véget ért, és hogyha vagyunk annyira empatikusak, picit számunkra is véget ért. És én az a fajta játékos vagyok, csatolva egy korábbi gondolatodra, hogyha azt éreztük, hogy elveszítettük anyát, folytassuk? Mert onnantól kezdve, hogyha az egyikünk számára nem játék, onnantól kezdve már nem játék. És fontos különbséget tenni, hogy hol van az a bizonyos határ, mert... Igen, de abba hagyni egy játékot, az kudarc mindenkinek, nem? Nem értek egyet. Nem minden esetben. Én azt gondolom, hogy a játékok azért nagyon erős lelki gombokat nyomogatnak bennünk. És hogyha egy olyan gombot nyom meg, amitől én nagyon sokszor találkoztam ilyennel, amitől egyszerűen annyira kizökken a játékos, hogy nem bírja folytatni. Valamire olyasmire emlékezteti, előhoz egy olyan élményt, egy olyan szituációba kerül, igen, amit lehet, hogy a hétköznapokban egy feloldatlan lelki dolog van benne, mondok valamit, egy olyan bürokratikus helyzetbe kerül, hogy egy ponton múlik a győzelme. És nem gyerekek, tudja, nem ár, és nem ár. Ez az ennyi múlott érzés annyira kizökkent, hogy nem bírja érzelmileg folytatni a játékot. Tehát ilyen előfordul. Nem tudom, mit gondolsz. Bocsánat még gyorsan, hogy nehogy ezt elveszítsük ezt a fonalat, hogy ilyenkor egyébként nyilván nincs ott rögtön egy pszichológus, hogy megoldja azt a helyzetet, de hogy érdemes arról beszélgetni, hogy mi váltott ezt ki, vagy inkább hagyni kell. Teljes mértékben nem érteni. Ha az illető szívesen teszi az érzelmét transzparens, és megvan az a bizalmi légkör, ahol ezt ki lehet nyitni, mi általában Réka fantasztikus játszótárs, látja rajta, hogy becicultam egy játékon, elveszítettem, onnantól kezdve már nem játék, sokkal nagyobb a tétje, mint egy ilyen mentál masszázs élmény, amikor végigmasszírozzák a lelki gerincoszlopomat, és ott egy görcs. És iszonyatosan megnyomkodta azt a játék, nekem nagyon fáj, mint játék minőség véget ért, és beszélgetünk arról, hogy mi az a görcs. Hogy hol történt most ilyen magamra találás, egy új élmény, egy ismeretlen rész az életem nagy johari ablakában. Igen, de mindez nem azt jelenti, hogy nyilván el kell szaladni egy ilyen helyzet elől, és akkor rúgjuk fel a játékasztal, csak hogy nem ördögtől való ilyenekkel is találkozni, hogy van ilyen, igen. Vagy hát a millió is válogatja, hogyha a feleségemmel ketten megengedhetem magamnak azt, hogy én most megélem ezt az érzésemet, de hogyha 12-en játszunk együtt, most nem fogom megállítani a partit azért, mert elveszítettünk, hanem a feleségem tudni fogja, hogy én most már más dimenzióban játszom tovább a játékot, nekem picit minden mindegy. Mert nem akarom bontani a házi parti hangulatát, hogy most érezzük magunkat jól, de ha szavazni lehet, én nem játszanék többet az adott játékkal. Szerintem ehhez jogom van, ez szerintem fontos. Persze. Nem csak a játék képes igazából arra, hogy emberekből kiváltson ilyen, hogy mondjam, heves reakciókat, hanem hát azért általában mindenfajta médiatermék, és hát azért ismerjük a mesepszichológiát, a meseterápiát, és hát ez nekem is van most egy eléggé aktuális élményem, mert hogy mi is benne vagyunk egy olyan projektben, a versek Beáta nővér révén, ugye az ő meghívására, az a címe, hogy Punya egy falat kenyér, ami egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen összművészeti közös alkotás. Mi a képregényt meg az online játékot visszük, de nem is ez a lényeg, hanem most pénteken volt nekünk egy olyan beszélgetésünk az alkotótársakkal, illetve hát azokkal, akik egyébként ebben a projektben részt vesznek, hogy vannak olyan körök, olyan szociális munkások, akik elvitték, ugye ez a Punya egy falat kenyérről azt kell tudni, ez egy cigánypasztorációs történet, tulajdonképpen egy biblikus környezetbe helyeznek bele egy cigány családnak a történetét. És amikor ezt bevitték roma asszonyok körében, és akkor ott felolvasták ezt a történetet, akkor egy egészen különleges és némiképp sokkoló élményben lett részük, mert hogy azok közül, az asszonyok közül, akik ott voltak és hallgatták ezt a történetet, volt egy, aki utólag elmesélte, hogy ő felhívta az unokatestvérét, aki Ausztriában prostituáltként dolgozik, hogy újra felvegye vele a kapcsolatot, mert egyébként a mesében volt egy olyan fejezet, amelyik arról szól, hogy egy kislány, egy cigány kislány, aki kiszakad a családjából, az különféle kényszerek és hatások, és ilyen külső hatások
vallásnak megfelelően, hogyan alakul úgy a sors, hogy ő belőle prostituált lesz, és aztán utána Krisztus hogyan menti meg őt. És teljesen átalakult igazából ezeknek a cigányasszonyoknak az egész kapcsolódásuk ehhez a kérdéskörhöz, mert korábban úgy voltak vele, hogy nem, hát ezt ott húztak egy vonalat, egy demarkációs vonat, és aki azt átlépte, azzal ők már további jobban nem szeretnének kapcsolatot fenntartani. És azzal, hogy megélték ezt a mesét, és bele tudtak helyezkedni, valahogy sikerült egy olyan empátiát kiváltani belőlük, hogy aztán utána rendezték a kapcsolatukat például ezzel a távolba szakadt rokonnal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak a videójátékok, hanem úgy általánosságban a mesék is képesek arra, hogy nagyon komoly érzéseket mozgassanak meg, és adott esetben nagyon komolyan átalakítsák az embereknek a gondolkodását. És hát olyannyira egyébként, hogy még amit kérdeztél a párkapcsolatokkal kapcsolatban, és ha már párkapcsolat is erős érzelmek, az jutott még eszembe, hogy milyen sokan fordulnak hozzánk azzal, hogy félnek tőle, hogy a játékokban kijövő konfliktus az milyen érzéseket vált majd ki belőlük párkapcsolati szinten, hogy ők veszekedni fognak, vagy hogyha az egyikük többször győz, akkor mi lesz, vagy hogy így lesz köztük egy ilyen aláfölé rendelt viszony, vagy akármi, tehát nagyon sok mindent kiválthat ez. És Zolinak ugye játéktervezőként is dolgozik, van az Igen című játék, ami egy kommunikációs játék. Ott ugye az a cél, hogy egymást mélyebben megismerjük eldöntendő egyszerű kérdések által. És hogy amikor fejlesztette Zoli ezt a játékot, akkor mi nagyon sokat próbáltuk ketten. És hogy elmentünk egy olyan vonalba, hogy mi lenne, hogyha ez ilyen randi játék feelingben egymással, egymást mélyebben megismerősen működne, és úgy, hogy mi ugye már azért régebb óta együtt vagyunk, és sok mindent tudunk egymásról. És mi lenne, hogyha olyan kérdéseket tennénk bele, ami elgondolkodtatná az embereket, hogy nem is az a lényeg, hogy mit válaszol a másik, hanem hogy én mit gondolok, hogy tudok-e az ő fejével gondolkodni, hogy ő mit gondol magáról. És hogy ez egy olyan plusz csavar, amit például nem gondolnak az emberek, hogy a játékban akár benne lehet, hogy a másik fejével is elkezdhetünk gondolkodni. Mint ahogy például most kijött egy játék, a hullámhossz, amin gyakorlatilag a másik gondolatára kell rá kapcsolódnunk, hogy ő hová helyezne el egy bizonyos skálán egy fogalmat. És azért olyan elvont dolgokon lehet elbeszélgetni, és hát úgy építi a kapcsolódást a játékosok között, hogy én azt gondolom, hogy egyébként ez egy olyan terület, amit az emberek bele sem gondolnak a játékokba. Még annyit, hogy nekünk meg van egy partnerünk, aki a mi eszköztárunkkal fejleszt, ők pedig kihozták a karanténkaland nevezetű játékot, ami dettó ugyanerről szólt igazából, hogy családoknak, pároknak tesz fel olyan kérdéseket, amiben van lehetőség arra, hogy kimondjanak olyan dolgokat, amelyeket egyébként a hétköznapi párbeszédjeikben adott esetben nem. Mindenképpen szeretném, ha beszélnénk a játékfüggőségről, hogyha egy skálán elképzeljük a két végpontot, akkor talán a hobbi szenvedélyben a szenvedély végül a függőség állna. A társasjátékok esetében találkoztatok függőséggel, vagy kellettől tartanunk? Szerintem én úgy definiálom a függőséget, hogy a arany középút elvesztése. Tehát amikor valaki egyáltalán nem, valaki teljes mértékben, és van, aki úgy hébe-húba. Általában a függő a hébe-hóba kategóriát veszíti el, tehát vagy abszinens, vagy teljes mértékben nyakig. Szerintem én voltam számítógépes játék függő, én keltem fel életem során, azt hiszem voltam 16-7, amikor hajnali 4-kor arra keltem, hogy nekem StarCraftoznom kell. És ott azt éreztem, hogy a játék irányít egy picit engem, és kutattam is így, hogy pontosan mik voltak azok az ingerek, ami nekem szükségem volt ahhoz, hogy el tudjam képzelni a hétköznapjaimat. Nagyon sok rétű, mert közösség is, hogy akkor elvártunk egymástól bizonyos eredményeket, akkor online, akkor hogy működjön, akkor... Tehát ez egy sokkal összetettebb történet. Én most vállalom a felelősségét annak, hogy egy társasjáték esetében valószínűleg az inger dömping alacsonyabb rátája miatt nehezebben, lassabban alakulhat ki. Tehát nem nagyon látom magam előtt, hogy konkrétan egy játék tesz addikciót egy játékosan. Mert talán azért is nem, mert hogy abból fel tudunk nézni. Tehát, hogy abban nem tudsz úgy belemerülni, hogy teljesen megszűnik a valóság. Nagyon nagy flow élményt adnak, tehát nagyon el tudja veszteni akár a realitását is a játékos, és nagyon átélhet. Egy időgép, igen. Viszont ebben teljesen egyetértek, hogy én is azt gondolom, hogy talán nehezebben alakul ki. Maximum egy gyűjtő szenvedély alakul ki. Ez sokszor elő szokott merülni, vagy felszokott merülni azoknál, akik már így elmerülnek ebben a hobbiban, hogy húha, minden kell. De nyilván azért van egy pont, ahol az ember így racionalizálja, hogy akkor mégis mennyi játékkal lehet reálisan játszani, és akkor úgy még az ilyen nagyon gamer gyűjtők is
egy idő után megállnak, és azt mondják, hogy jó, ez az én gyűjteményem, és ami legközelebb akkor jön be játék, ha valami leesik. És akkor nyilván, tehát hogy szerintem ilyen esetben a függőség, nyilván szerintem az élet minden területén ott lehet, vagy bejöhet, de nem hiszem egyébként, hogy ez egy olyan nagyon központi probléma lenne. Én legalábbis nem találkoztam vele magánembereknél sem, meg úgy, tehát nem hallottam róla. És olyan nem találkoztatok, hogy valaki az élet többi dolgát is játéknak tekinti, és győzni akar, és játékosnak a többieket? Most az jut eszembe, hogy például aki szeret mondjuk sportfogadásokat tenni, az nagyon gyakran az élve, és azt mondja, hogy na fogadjunk, hogy, vagy tippelnek, hogy. Domináns stratégia. Tehát az, hogy vannak olyan domináns stratégiát, amit egyszer valahol megtapasztalt, és kapott rá egy pozitív visszajelzés, hogy ez működik, és azt megpróbálja az élet különböző területein is kipróbálni. Ez szokott működni. Mondom, ennél általában az a túlsó oldal, hogy különböző szerepeink vannak, és hát nem ugyanúgy működünk mondjuk a magánéletben, mint mondjuk a munkahelyünkön. Tehát most hát ez ugye a kedvenc ilyen eléggé extrém pervers dolog, hogy vannak azok a vállalatvezetők, ugye, akik bemennek és vadállatként működnek ugye a vállalatnál, majd utána hazamennek, és akkor ott pedig ugye azt várja, hogy a felesége az meg jól leordítsa, meg megverje, meg mindenféle játékokat játszon vele. Tehát, hogy igen, ez a nagyon extrém, de hogy tényleg ezek a szerepek, ezek így működnek, hogy van valahol egy szerepem, és van máshol, ahol pedig adott esetben ezt a dolgot tudom kompenzálni. Visszatérve viszont az előző kérdésedre, az, hogy a függőségek azok hogyan alakulnak ki. Ezzel én mindig egy picikét ilyen nyuszi pozícióból indulok erről beszélni, mert hogy abszolút nincs ilyen jellegű végzettségem, és éppen ezért ezt nem vehető készpénznek, amit én most itt fogok mondani. De nagyon sok ilyen addiktológus, vagy hát ilyen szakértőnek az előadását hallgatva, és mindig olyan érzésem volt, mintha ez a missing the point, mintha nem azzal foglalkoznának igazából, ami nagyon fontos. Én azt látom, hogy akkor, amikor valaki valamilyen függőség irányába elmegy, akkor azt csinálja, akkor kiválaszt valamit, ami neki a fő örömforrása. És igazából az ő a fejében eldöntötte, hogy ő abban fogja keresni ezt az örömöt, és minden más hely, az pedig egy kicsit már ilyen labilis, ingoványos, ott már engem megszégyenítettek, ott már engem bántottak, ott már én már nem kaptam meg azt a pozitív visszajelzést, de a borovicska az biztos, hogy nagyon jó lesz nekem a nap végén, vagy de az a lökett drog az jó lesz, vagy de az, hogy leülök és játszom majd egy fél órát, órát, egy estét, egy éjszakát, az nekem biztos, hogy ez rendben lesz. És akkor az van, hogy az ember kitalál magának azt, hogy igen, nekem ez lesz a fő örömforrásom. És ez is megint csak nagyon erőteljesen összefüggésben van ezekkel a hormonokkal. Tehát az, hogy az emberek szüksége van bizonyos mennyiségű boldogsághormonra, és akkor az a kérdés, hogy ezt honnan tudom beszerezni. És azt gondolom, hogy az egészséges embert a függőtől azt különbözteti meg, hogy az egészséges embernek annak több örömforrása van. És ezek között megoszt. Azt mondom, hogy akkor bemegyek a munkahelyemre, ott is találok örömet, hazamegyek a családban is találok örömet, a játékban, a hobbimban, van valami olyan forrás, ahonnan tudok töltekezni, vagy vannak források, ahonnan tudok töltekezni, többféle szokást alakítok ki. Most elmegyek kirándulni, most elmegyek moziba, most csinálok ezt-azt, és akkor nincs függőség. Mert jönnek visszajelzések, és egyébként a másik meg az, hogyha kapcsolatban van az ember, akkor abból rengeteg ilyen boldogsághormon tud kivenni, vagy a gyerekeivel foglalkozva. De amikor az ember azt mondja, hogy hát nekem ebből a kapcsolatomból csak a stressz van, csak a megszígyenültség, a bűntudat, bocsánatot kérek, ugye ez a legfőbb oktatáskritikám, tehát az, hogy a mostani oktatási rendszer az osztályzással, az gyakorlatilag a bűntudatra és a megszégyenítésre épít. Mert onnantól fogva, hogy nekem beírták azt a hármast, azt baromi nehéz utána kijavítanom az év végére, vagy kapok egy egyest, akkor ugye, hogyha nagyon-nagyon teperek, akkor is mondjuk legjobb esetben leszek négyes. Ez nem jó, tehát a játékok például nem így működnek. Azok azt mondják, hogy fuss neki még egyszer, és utána majd fog sikerülni. És hogyha tudod az év végére a tananyagot, akkor már nem kell azon, hogy egyszer benéz, egyszer rosszul keltél fel, hát Istenem, hát mindenki hibázik, nincs semmi gond. Nem az a lényeg, hogy ne hibázzunk, hanem az, hogy az út végén elérjünk oda, hogy tudunk mindent. Ezt mondja a játék. Az oktatási rendszer meg nem ezt mondja, ott meg szelekció van. Elrontottál valamit? Hát akkor édesfiam, te már nem leszel ötös, vagy maximum, hogyha nagyon-nagyon jó indulatúak vagyunk. És ebben van egy szégyenérzet, és a szégyenérzettel szemben az ember azt mondja, akkor hol kapok egy kis oxitocint, egy kis dopamint, egy kis görcsoldót, egy kis endorfint, mert most nekem arra szükségem lenne. És hol kapom meg? A videójátékban.
Arról, amit mondasz, az jutott eszembe, ha már függőség, hogy olyannal viszont találkoztam már, csak hogy pozitív példát is mondjak, hogy valaki például azért eléggé erősen képernyőfüggő volt, most legyen ez telefon, vagy tévé, vagy bármi, és a játékok segítettek egy kicsit kizökkenteni ebből, hogy mondjuk a családja ráállt arra, hogy sokat játszanak, vagy a párjával lett egy közös hobbija, mint hogy nekünk is lett annak idején. Nálunk, nekünk például nincs tévénk. Ez nem, én nem értékítéletként mesélem, csak mi például nem, hogyha filmet nézünk, megnézzük laptopon, de hogy nem foglalkoztat minket annyira az a téma, mert hogy mi főleg játszunk. És ilyennel másoktól is találkoztam, más történeteket is hallottam, akik azt mondták, hogy sokkal kevesebbet görgetik mondjuk a Facebook feedjüket, vagy sokkal kevesebbet pötyögnek csak úgy értelmetlenül, mert nyilván, ha értelmes dolgot csinál, arra rákeres, de például a játék átvette helyét olyan dolgoknak, amik akár függőség is lehet. Tehát, hogy ilyen szempontból ezzel már találkoztam a negatív oldalával, a társasjátékokban még annyira nem. Nem tudom, Zoli, te? Én üdvözítem azt a vonalat, amikor a játék tegnap, ma és holnap ugyanaz. Tehát szerintem az emberiség, amióta van, azóta igénye játszani, azóta vannak mély motiváció, és azóta keres valamilyen csatornát arra, hogy ezekre a mély motivációkra választ kapjon. Viszont a tegnap, ma meg holnap az nem ugyanaz. És fejlődünk, újabb és újabb izgalmas, innovatív ötletek érkeznek meg, és például mondok egy nagyon divatos irányzatot, az applikációt használó társasjáték. Telefon, és fantasztikus, hogy általában valakinek a tenyere világít, az egyik gyerek keze általában iPhone-ban végződik, hasznosítsuk, tehát nem démonizálás történik, dobod el, hanem tessék szépen, és te leszel a felelőse, aki QR kódot olvas egy társasjáték közben. És nagyon jó kooperációs társasjáték. Bizony, mint a bűnügyi krónikákkal, például nyomozni kell, de más applikáció vezérelt. Konkrétan helyszínelek, mint egy ilyen VR eszköz, és szétnézek a helyszínen. Mennyire izgalmas, hogy megvan a társasjáték élményem, együtt játszunk így négyen, de tudjuk hasznosítani. Tehát szerintem fantasztikus, amikor ezek elképesztő lehetőségek. Hát a VR az már igazából a Matrix és a pokolba vezető út első sarokköve. Felfogás kérdése, lehet így persze, de felfoghatjuk úgy is, hogy mi a célunk, ahogy említetted, hogy valamit el szeretnék érni. És ahhoz, mint egy szövetséges eszköz felhasználható ez a digitális találmány, ami fantasztikus, hogy igen, a kés felhasználható arra is, hogy felaprítsam a répát, amiből leves lesz, amiből jól lakom. Tehát én nagyon üdvözítem azt, amikor ezek az eszközök, van egy célunk, és annak az elérését támogatják. Most hát még egyet muszáj, ugye tavaly évnek a slágerjáték az Among Us. Nem igen, tudom, hogy találkoztatok-e vele. Ez azért érdekes, mert az a klasszikus gyilkosos játéknak ugye a digitális átírata, és megörülnek érte a gyerekek, pedig hát nincs benne, nem a klasszikus videójáték, és mégis egy mekkora hatalmas élményt ad. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ma ide, és beszélgettetek a játékokról. Szerintem, aki ezek után nem kapott kedvet ahhoz, hogy leüljön társasjátékozni, azt nem is lehet máshogy rábeszélni. Nagyon jó játékot kívánok, legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra!